Én gyakorlatilag 79 végén ismerkedtem meg vele. Igazából ez így aztán a 80-as években is fokozatosan alakult ez a viszony, és legkülönbözőbb helyeken találkoztunk, és sokszor voltunk együtt, családi összejövetelek, aztán voltak a ominózus, kicsit ugye azóta már ismerjük, hogy mennyire tiltott összejövetelek a Frankelle úton, a különböző kiállítások és azokkal kapcsolatos előkészületi munkák, amikben néha beleláttam, néha én is ott lábatlankodtam. Ez egy érdekes dolog volt, és Gyuri mindig, hogy mondjam, nem tudom, hogy lehet kifejezni, méterekkel, 100 méterekkel előttünk járt, vagy legalábbis előttem mindenképpen, mert pillanatok alatt mindenből olyan gondolatot varázsolt, ami nekem úgy új volt az én kicsit mérnöki, meg történeti tanulmányaimhoz, szemléletemhez, és ő már régen a szem előtt látott tárgyakon túl már a teljes szabadságban összekomponálódó jövőképet vázolta, amikor még én csak azt néztem, hogy miből készült a művészeti tárgyaiba, a szobraiba, azoknak a mozgó alkatrészei, ugye mindig megfogtak engem. Legjobb pillanatok voltak, amikor itt volt a Cavellini, és ott én is ott voltam a Hősök terén, és ezt a nagyszerű sót végig asszisztáltam, amikor csak azt vártuk, hogy mikor esetleg vesz körbe minket valami fajta, akkor ezt a dolgot rossz szemmel néző közeg, de végül is minden nagyon jól sikerült. Aztán volt egy nagyon szép Váci kiállítás, azon gondolkoztam, hogy mikor volt annak a ideje, szerintem úgy a 70-es évek, a 80-as évek végén. Igen. 80-as évek végén. Akkor én már ott voltam területi felügyelő, és úgy ott meséltem mindenkinek ott a Váci Múzeumban, hogy miről lesz szó, meg ott nagyon úgy örültem, hogy ott annak ott én is részese lehettem, ott voltak a forgószobrok, mindenki zenélt. Szóval az például egy nagy élmény volt. Hát akkor még ugye a régi rendszerben ez mindenképpen egy nagy előrelépésnek számított ez a rendezvény. És hát aztán számos esetben hát volt szerencsém meglátogatni őket Berlinben, és hát a nagyon nagy ajándék volt részükről, hogy a 80-as évek végén, amíg ők Berlinben voltak, én a Frankelle úton lakhattam, és az egész lakásnak ezt a fantasztikus belső hangulatát a galériával, még nem volt akkor természetesen ez a bővítés meg, éppen azért is voltam én ott, hogy hosszú hónapokon keresztül az egész fedélszéket felmértem, és mire hazajöttek, úgy nagyjából készen is volt a terv a átalakításra, ami persze aztán húzódott, a megvalósítás aztán még lassabban történt, és hát abban is szerencsésen, tevékenyen, hosszú hónapokon át részt vehettem. Elsősorban Julival küzdöttünk a kivitelezőkkel, mert Gyuri ezeket nagyon nem bírta, és hát látom, hogy ez a kivitelezés, ez szörnyű, más síkon mozog, mint az egész művészi tevékenység, de Gyuri mindenből kicsi kis művészetet akart kihozni, persze, ha ezt nem értették a munkások, akkor együtt bosszankodtunk a történeten, de végül is azt hiszem, az az átalakítás is úgy nagyjából jól sikerült, persze sose fejeződik be semmi teljesen, mint ahogy ez sem, tehát mindig vannak újabb gondolatok, persze ha hosszú évekig készül, akkor közben az ember másra gondol, más életformát kezd kialakítani, tehát még az is lehet, hogy azon is még változtatni kell, hát ez a jövő titka.